Folytatódik a Születés hete programsorozat Zalaegerszegen. Tegnap a várandóság pillanatairól, a szülés előtti és utáni teendőkről egy védőnőtől hallhattak hasznos információkat azok a kismamák, akik most várják első gyermeküket. A találkozónak az Apácai AMK adott otthont. Hogyha az információk előtte megvannak, akkor tényleg csak magatokra tudtok figyelni, és egy csodálatos, fantasztikus élmény a szülés, és úgy is kell szerintem hozzákészülni. A várandóság és a szülés kiemelkedő jelentőségű egy nő és egy család életében, azonban nagyon sok félelmet is sejtett magában. A találkozón ezeket az ijedelmeket beszélhették ki magukból a kismamák, vagy feltehették esetleges kérdéseiket. Én magam együttműködő vagyok, lesz szülésznőm orvosom, tehát azért majd csak lezajlik ez a dolog. Én mondjuk a kiszolgáltatottságtól félek. A védőnő azt mondja, fontos kibeszélni azokat a lelki folyamatokat, amelyek ilyenkor egy kismamában lezajlanak. Az anyuka, ha bármiféle változást észlel magán, fontos, hogy mindenképp jelezze az orvosának vagy a védőnőnek. A legtöbben azonban a szülés előtti pillanatoktól tartanak. A szülés kétféleképpen indulhat meg, elkezdődnek a fájások, illetve elfolyik a magzatvíz. Ha a magzatvíz elfolyik, akkor feltétlenül menni kell, akkor nem szabad várni még órákat. Ugye előre sordulhat akár a köldökzsinór is, akár a baba feje odaszorítatja, és esetleg a keringés akadályozottá válhat. Ilyenkor mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy azonnal menjenek be a kórházba. Az anyuka nem csak a szülés előtti, hanem a szülés utáni időszakban is rengeteg változáson megy keresztül. A szakember azt mondja, ekkor is fontos egy olyan személy, akivel megosztja gondolatait. Persze nem utolsó szempont az, hogy a család hogy áll a kismamához. Nagyon sokszor ott vannak a nagyszülők, akik nagyon-nagyon sokszor segítő szándékkal vannak, és nem is tudják, hogy hagyni kell. Például amikor hazamegy a kismama a kórházból a kispapával, nem szabad, hogy népünnepét rendezzünk. Nagyon fontos, hogy azt szoktuk mondani, hogy hagyják meg azt az intim szférát a családnak, hogy az első napokat töltsék együtt, hogy együtt éljék, hát, hogy együtt fürdettük meg tudjuk csinálni, nem baj, ha hibáztunk. Azoknál a családoknál, ahol a második vagy sokadik kisbaba születik, a védőnő azt tanácsolja, hogy a vendégségbe érkező rokonok ne csak a legkisebbikkel, hanem a testvérrel is foglalkozzanak, hiszen az ő körükben féltékenységet szülhet.